Jó napot kívánok! Ismét Tóthné Bán Gyöngyi vagyok. Játszom, próbálkozom. A témám az lenne, hogy hogy lehet egy icike-picike kis iskolában úgy dolgozni és olyan sikereket elérni, hogy végül is megismerjék az egész világon Magyarországot és a Balatont. Munkákat 12 évvel ezelőtt kezdtük el, amikor elkezdtünk a nemzetközi munkánkhoz csatlakozni, és járjuk a magunk útját azóta is. Először különböző projektekbe vettünk részt, amikor fotókat készítettünk, rajzokat készítettünk, utazókönyveket küldtünk el, és mindenféle online lehetőségeket kihasználva népszerűsítettük a Balatont és Magyarországot. Ezzel párhuzamosan elkezdtük az online óráinkat, amikor először csak Skype-on, most már egyéb eszközök használatával is más országok osztályával találkozunk. Például találkozunk Indiával, Vietnámmal, Ausztráliával, épp úgy, mint a nyugati részen, Amerikával, Brazíliával, Kanadával. Ilyenkor mindig két iskola csatlakozik, és van egy nagyon híres játékunk, amivel az NBC-be is szerepeltünk, anno a Mystery Geography Game. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek igen-nem kérések alapján közelítve távolról, közelítve közelire kitalálják a partner iskolának az országát. Tehát először elkezdjük a kontinenset, majd kontinens melyik részén laksz, majd azután közelítünk az ország határokhoz, határos vagy a tengerrel, egyéb más földrajzi hírességeken, mint a főváros, nyelv, zászló, majd végén mi el szoktunk jutni a Balatoni. A neveket ritkában mondjuk ki, hiszen nekik mondjuk egy Keszthely és egy Marcali helyiség neveknek a felolvasása és kimondása egész vidám kis dolog tud lenni. Na most ezek között a találkozók során a partneriskola öröm. Tehát öröm látni, hogy a partneriskola keresgeti Magyarországot a térképen, mert mi annyira picik vagyunk, és annyira nem híresek, hogy igenis, hogy nagyon sokszor ez az első alkalom, hogy ők találkoznak velünk, találkoznak azzal, hogy Magyarország nem keverik össze más szomszédos országokkal a fővárosunkat. Tehát itt nagyon-nagyon szép dolgok, és nagyon-nagyon vidám dolgok is ki tudnak alakulni. Ezek a találkozók során a gyerekek rettenetes nagy motivációt kapnak, például az én gyerekeim is arról, hogy az angol nyelvet miért kell tanulni, mi az, hogy világnyelv. Hát a világnyelv az, hogy tud beszélgetni más országú gyerekeivel. És a játékok során pedig nagyon sokszor nekünk is ismereteket kell gyűjtenünk a saját kultúránkról. Például, amikor a találkozókat összefűzünk karácsonyi szokásainkkal, húsvéti szokásainkkal, kedves ételeinkkel, kedves sportjainkkal, tehát ez egy tágabb kulturális találkozókat is szoktunk létrehozni. Ilyenkor a gyerekek nagyon vidámak és nagyon-nagyon boldogan próbálnak csatlakozni, hiszen neki nagyon nagy élmény az, amikor kitalálják Magyarországot, és akkor aztán kiabálásra is tényleg figyelni kell arra, hogy hogy viselkedünk, és arra is figyeltünk kell, hogy például a gyerekeik ne beszéljenek magyarul, mert bárhova csatlakozunk, mindig kijön az, hogy ott a magyar, vagy legalábbis egy kis uraka, aki érti a magyart, és nagyon kell vigyázni. Rettetes, hogy motivációt tud adni a gyerekeknek, hogy nem én mondom azt, hogy édesapám már pedig tanult ezt az angol nyelvet, hanem igenis, hogy online találkozunk, és ott van a másik osztály, ugyanannyi éves, mint én vagyok, és ővele tudok ezzel beszélgetni. Nagyon sok sikert elértünk már a gyerekeinkkel, ezekkel a találkozókkal. Voltunk az E2 találkozón Párizsban, Magyarországot képviseltem, New Yorkban a konzulátuson, ugyanezt adtam erre fordít, vagy hogy lehet az Amerikába származott magyar gyerekeket visszahozni a magyar kultúrához, és éveken keresztül tartottuk a kapcsolatot két amerikai magyar iskolával, amiből barátságot szövődtek, illetve nekem is a tanárnővel barátság szövődött, és többször meglátogatott minket. Magyarországon a Highlights of Hungary 50 jelöltjei között szerepeltünk tavaly, ami azért nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen pedagógusként és iskolaként egy olyan terepen méretettünk meg, és kerültünk be a legjobb 50 közé, ahol nagyon nagy vállalkozások vannak, és érdekes és nagyszerű vállalkozások, de iskolák nem igazán. Illetve tavaly megkaptam én a Global Teachers Award-et, aminek az átadója sajnos online volt, de azért a címet továbbjával viseltem, illetve, és ez most titok, idén az iskolák megkapta a Global Collaboration Award díjat, aminek az átadója április 30-án lesz Dubajban. Na most ez még titok, hiszen ez kollégák közt, és egyéb helyeken még nem publikálom. És igen, kimegyek, és fölmegyek a színpad, és át fogom venni magyarországi iskolaként, első magyarországi iskolaként ezt a díjat. Hát a repülőjegyem már megvan. Úgyhogy én most próbálkozom, tavaly is próbálkoztam, hát ha
Nagyon szépen köszönöm. Én ezt a kis szeletét teszem hozzá, hogy ismertessük meg Magyarországot más országokkal, és igazán tényleg szerintem azt hiszem, hogy ennek az az érdekessége, hogy én mérhetetlenül picike kis iskola vagyok, egy picike kis faluba, vagy 6000 fős kis faluba, és mégis nagyon sokan ismerik már, hogy mi az a Balaton, és mi az a Magyarország. Nagyon szépen köszönöm.